Be tudnák most is hozni a lovat kocsiba, mert megtanítottak rá, de a lót mindig féltem. Nem tudom, miért féltem, de én féltem. De ezt nap mindnap használtátok, vagy csak ritkán? Hát, persze, menni kellett valahol, vagy itt dolgozni, valami. A tehenet meg van, amikor láncon, az út mellett, akkor láncon álltam mellette végig, és akkor jól lakott, addig legeltetni. Ha meg tallóra ilyesmire, akkor meg azt mondja, hogy lekötöttük a fejét. Hát ez meg, hogy hogy ment. Úgyhogy ugye volt a tehénnek lánc, amivel meg volt otthon kötve, akkor azt az első lábához oda kötött. És akkor azért, hogy ne szaladjon el. Ja. Azt akkor csak úgy. Ja. Sántikát azt neked. Ja, értem. Akkor be kell locsolni vízzel és ruhával le, akkor így fölhólyagosodik és könnyen tudsz olni. Az élesztőt 3 decibelbe, cukor, pici só, beleteszem a lisztet a edénybe, beleöntöm az élesztőt, cukorra mindennek, úgy mondják, hogy kolász. Hagyjuk, hogy megkeljen, jó ki kell dolgozni, és megkelesztjük. A saját tojások, ami belőlük jött. Nem, mész. Hát a haja. Tanyám is, ha messzelve volt, akkor télen lerágták, hogy jutott csipőtték a messzel. Milyen állapja van? Az nagy szépen.
Az esteli tejet azt mindig visszük. Reggel is megyünk, ami marad, azt elvisszük. És azt kannákba lefejlik és viszik persze. El autóval. Uh-huh. Hát vannak, akik ide kijönnek helyre. Így, ez azért jó, mondom, mert ha máma nincs pénze, hónap már biztos eladok. Úgy van. Okay.